Látjátok, mennyien ülnek itt a zenekarban, ahol a papa, anyja, Narklinger, nagypapája, nagymamája játszik. Én vagyok a zenekar karmestere. Mit csinál a karmester? Tudjátok? Vezényel. Mivel vezényel a karmester? Kisbottal. Varázspálcával. Akarsz vezényelni? Megtanítanak vezényelni. Na gyere! Gyere, Botond! Tudom, hogy szeretnél vezényelni. Akar valaki vezényelni? Megtanítom rá. Na, varázspálcával vezényelni, gyere csak! Megtanítanak vezényelni, gyere! Vezényeltek az egész zenekar. Na jó, hogy bátorságot, csak megmutatom, hogy kell, jó? Az lesz a feladat, hogy felismerjétek, mit játszik a zenekar, milyen dalt játszik. Kíváncsi vagyok, ismerjétek-e, jó? Na, el is játszuk. Fölemelem a varázspálcámat, és amikor elkezdek vezényelni, lássátok, hogy család megszólal a zenekar. Nézzük csak! Mi volt ez? Hullabelyhes. Ez a hullabelyhes volt, igen. Na Máté, látom, te akarsz vezényelni. Kipróbálod? Én a zenekart vezényelni? Gyere, apa, kijön veled. Gyere apával együtt, kezedbe adom a pálcát, apa, és a többi gyerek meg mi... Akkor apa jön. Na, Zsirákkal és Zsirákkal segít vezényelni. Mi pedig elénekeljük, ide csalogatjuk vele a Mikulás, hát ha megjön. Jó? Hullabelyhes. Pálca a kézbe. Zsirák az egyikbe. Pálca ebben, úgy, és ha lengeted, megszólal a zenekar. Kezdjük, csak elénekeljük együtt, várjuk fel a Mikulást. Na énekre, egy, két, hár, és... Milyen dalt ismertek még a hullabelyhesen kívül? Amivel a Mikulás ide lehet csalogatni. Még nem látom, még mindig a folyosó. Szuszella! Tehát nem a Mikulásnak énekeljük. Mit énekelünk még a Mikulásnak? Anyukák, apukák, ti mit szóltatok énekelni, hogy megjöjjön a Mikulás? Kiskarácsony, ez kicsit később lesz. Télapó itt van? Na, tudja ezt a zenekar? Tudjátok, a télapó itt van? Megtanuljuk. Énekeljük el a télapó itt van, hát ha megjön a télapó. Jó? Egy hangot ad nekünk a dél. Sötten elkezdjük énekelni. Mindenki ismeri? Anyukák, apukák segítsenek. Nézzük! Lesz időtök, hogy karmesterek akarják átni, de még mindig üres a Mikulás széke, még mindig nem jött meg. Úgyhogy még szebb zenével kell, hogy várjuk a Mikulást. Most a zenekar előadni nektek, karmester nélkül, mert néha úgy is működik a zenekar, majd megnézem, hogy hogyan. De most előadnak nektek egy nagyon szép részletet, egy Bach darabból, Bach írta, mégpedig egy úgynevezett kettős versenyből, mert egyik versenyző hangszer a hegedű, Gábor bácsi, a másik versenyző hangszer az oboa, Árpi bácsi. Belevárjuk a Mikulás, hát ha végére megérkezik. Hallgassuk szeretettel. Jó ide. Először megmutatom. Hát mutasd meg a hegedűt. Jó, de nem az oboát mutassuk meg először. Milyen hangszer az oboa? Milyen hangszer az oboa? Mit fog el Árpi bácsi csinálni? Húzza, fújja, mit csinál vele? Fúvós hangszer, mert belefújja a levegőt.
Hogy jó, azt mondja, hogy jobb alsó gombot meg kell nyomni, azt mondta. Jó, ne, és ne, a beszóra. Igen, és még bújnia is kell, nézzétek csak. Ilyen csúnya hangot tud csak az okol. És még magasabb hangot is. Gyurcsebbet is. Milyen magasabb tudsz? Ó, de magas. Ó, de magas. De van még más bubós hangszer is, hát azt most nem tudjuk megmutatni, mert csak ikettel vagyunk. Ez ugye egy hegedű. Ez a hegedű távol van az obó és részben, meg fémből. Ezen a hegedűn fémből csak a hurok vannak, meg ezek, amit azt mondják, hogy finom hangoló, hogy tisztán szóljanak a hurok. Így, ugye? Na, hogyan csinálnak egy ilyen hegedűt? Hát én még igazából nem tudom, mert még sose csináltam hegedűt, de azért biztos, hogy darabokból állítják össze. Fából, különleges fából kifaragják a tetejét, kifaragják az alját, kifaragják ezt itt körbe, meghajlítják, és utána pedig enyvel összeragasztják. Mi van még ezen a hegedűn a hurokon kívül? Ez egy láb, ezt úgy hívják, ezt tartja a hurokat. Látod? Ez a nyaka, ugye, mert olyan keskeny, mint az embernek is a nyaka. Ez a csiga. Ennek semmi szerepe nincs, csak szép. De az fontos, hogy vannak ilyenek, ezeket úgy hívják, hogy pulcsok. Ezeket az ember megcsavarja, akkor a hurok magasabban vagy alacsonyabban szól. Nem akarod elcsavarni. Mutassam meg, nem hát akkor hangolni kell. De még annyit erről a hegedűről, hogy ezt Erdély országban gyártották, Marosvásár bejelent, egy mester, akit úgy hívnak, mindig elfelejtem a nevét. És most miért nézed annyira? Kalosi János. Bele van írva? Bele van írva a mesternek a neve, hát ez nem egy olyan nagyon értékes mesterhegedű, ér valamennyi, de nem olyan túl sokat, de ami a legfontosabb, hogyha itt benézünk ezeken a nagyon szépen formált lyukakon, akkor ha nagyon figyelmesen nézzük, meg is mutatom, és csak itt van benne, biztos te már ezt láttad, egy kis fadarab. Ez a fadarab, amit úgy hívnak, hogy lélek. És minél szebben szól egy hegedű, annál szebb a lelke. Vagy talán ha a lelke szép, akkor szól szebben, nem tudom. Én megpróbáljuk. Nézzük meg, milyen a lelke. Popolát, hát ez rajtam múlik, meg kell valljam. Tehát nem a lélekkel, hanem azon a kurában. Na nézzük ezt a kettős versenyt, nézzük, hogy ki ér célba előbb a versenyben. Na halljuk! Ajjaj, ne siessetek, akkor nem érek utol veleteket. Thank you.
nem jön a Mikulás? Miért nem jön? Lehet, hogy még csalogatni kell őt egy 10 évvel. Még egy 10 évvel, és most már biztos megint utána. Azzal csalogatjuk ide, hogy azt mondjuk, meg fogja hallani, hogy egy karácsonyi zenét fogok játszani, és azt fogja hinni, hogy eltése. Hát, ha akkor ide szalad. Most megint egy másik barokk darab jön, Corellinek hívják a szerzőjét, és karácsonyra ír, szintén egy ilyen versenyművet, ahol Adél néni és Gábor bácsi fogják a szólókat játszani, és igazi karácsonyi hangulatban várik a Mikulás, csak megérkezik a végére, mert ez következik most, nézzük csak.